Sziasztok! Szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Ismét itt vagyok, és egy régi gyerekkori kedvencem rebootját fogjuk ma megnézni, a The Settlers, vagy a Telepesök, ahogy régen hívtuk. Hát nagyon kíváncsi vagyok, egy rebootnak indult a dolog, aztán persze meglátjuk, hogy mi lesz. Ezt fogjuk ma megnézni. Amúgy is hiányzott egy ilyen management jellegű játék, tehát ugye régen sokat játszottam anno 1800-zal, hát szerintem olyan 400 órán van benne. Meglátjuk, hogy ez milyen. Nyilván az anno 1800 az egy más kategória, nagyon más. Talán megugorja ezt a szintet. Na mindegy, meglátjuk. A lényeg, hogy ha beválik, ha jól működik, meg úgy tetszik, akkor ebből egy kicsit olyan rendszeresebb dolog is lesz. De meglátjuk, ez most még nem biztos. Sziasztok, jó estét! Hello! Na, akkor kezdjük is bele. Mindjárt jó lesz. Elvileg. A hang már van. Most csak ilyen warning felirat van egyébként, szóval... megvan. Oké. Okay. Ubisoft. Snowdrop Engine. Ez az Intel, ez nagyon kellett ide. Aniki. Jó. Oké. Benézzünk a settingsbe. Nope. Subtitles igen, regular igen. Oké. Okay. Hát angolul lesz. Ez nem tudom mi. Team Privacy. Jó, ez majd megfejtjük. Game Info. FPS nem érdekel. Minimap. Campaign Progress. Current Mission. Oké. Okay. Na, a zenét szerintem már most lealakítom, mert most rohadt hangos. Oké. Okay. Na, és akkor most jön a lényeg. Oké. Okay. Hát ez amúgy annyira nem bonyolították túl. Yes. Most kell nyomni egy resit. Color mode. Save zone. Oké. Okay. Controller, hát az nincsen. Oké. Okay. Jó. Akkor most újra kéne indítani?
Nem indítom újra. Kezdjük. The kingdom of Yalesi is threatened by a conspiracy. The military has captured the king and stripped the council of their power in an act to take full control of the land. While troops all over the country overpower the remaining defenders of the city guard, a main force has been spotted advancing to take the capital and the harbor. In the cover of smoke and the increasing chaos and destruction, a small group of loyal citizens prepares to rescue as many civilians as possible and leave with the last ship to unknown but safer shores. Ah, oké, akkor így lépünk le. Jó, első felvonás, Illes. Jó, hogy el tudtam olvasni. All eyes are looking to the envoys to decide what to do next. They begin their journey in search for the Guildmaster. Mm-hmm. Jó. Mit akarnak? Ja, túl gyorsan tölt a játék, igen. Secure the holding cells. Ez mit csinál? Nem tudom, mi történik, de tényleg. Holding cells. Oké. Okay. Ja, ezeket kéne lenyomni. Hát kéne... Ezek sima lakóházak. Ez meg a raktár. Ja, hogy ezek a... Jó, vannak katonáim. Oké. Okay. Jó, hát akkor... Gondolom. Még csak épp elkezdtük, már csatázunk. Oké. Okay. Jó, hát ezt akkor felszabadítottuk, gondolom. És akkor mit kell csinálni? Secure the guild hall and talk to the guildmaster. Jó, a guild hall pedig ez. Jó, és itt hol vannak katonák? Ja, igen, itt van egy ilyen fafeldolgozó, meg ilyesmi. Ja, itt vannak az ellenségek. Oké. Okay. Jó, hát meg kell tanulni ezt a játékot. Mondjuk az meglep, hogy rögtön itt kezdjük, de... Milyen healer? Azt kérdezi, hogy where's the healer? Hát az nincsen. Most ez van, menni kell, kész. Oké. Anything else? Oké. The envoys. Well, I'm glad you are here. We have a lot of work to do. My guild has set up camp next to the harbor, but I was cut off. We need to get as many people to safety as we possibly can. A ship is waiting for us, but we would be lost without the cartographer. Take a few of my men and check up on her house. Oké. Tehát kell egy kartográfus. Vagy térképész.
Jó, ez a tűzijáték jelzi, hogy... hogy megvan a... a quest. Gondolom. Jó, megyünk tovább. Igen. Itt van egy military checkpoint. És itt van, itt lakik a térképész. Igen, szükségünk van, mert hogy ugye elhajózunk, tehát hogy gyakorlatilag most menekülünk, vagy menekülnénk. Elnézést. Szóval most menekülünk. És ugye a hajózáshoz kell egy... Oké. Okay. Jó. Ah, és kaptunk még katonát. Nagyon jó. Oké. Okay. Ja, és idő még szekurál. Ó, mert hogy... Standing by. Igen, kaptunk archeröket. Ó, itt lehet ilyen grupokat beállítani. Jó, hát majd beállítunk idővel. Jó, megvan. I hid under the bed while the soldiers torched my building. I could barely get out. I grabbed these maps and ran once they left. This isn't much, but everything else I owned is burning in that fire over there. Let's move. I don't want to risk them coming back. Okay. I need some rest. Jó, és akkor utána jönnünk kell ide a tanácshoz. Jelen. I already feared we had lost you. Soldiers already captured many members of the council. This is madness. I wouldn't be here if it weren't for the envoys. So what are we going to do now? The ship has arrived, and my people are getting everything ready to leave. We are already running low on time, but we won't get far without any rations. Yorick's bakery should have more than enough food. Let's get as much as we can and bring it to the ship. I'll leave this to you then. In the meantime, I'll make sure there is enough space for as many people as possible. I'll wait here for you. Just don't be late. Okay, el kell mennünk kajáért. Talk to the engineers nearby, the temporary headquarters. Yes. Jó, el kell küldenem a mérnököket a pékségbe, hogy keressenek kaját. És ez mérnökök kellenek? I mean... Oké. Okay. Én elküldöm. Hány mérnök kell 5 kiló kenyér elhozásához? De miért arra mennek? Nagyon érdekes. Jó, ezt is szekurálni kell. Oké. This bakery has provided excellent bread to the people for several decades. I know the family very well. They were very close friends of my father. Now they were forced to leave everything behind, and when the army arrives, this place will be torn down or burnt to the ground. It must be horrible not to be able to save a life's work. Okay. Pick up. Where can I help? Úgyhogy elindulnak maguktól.
És ezt már viszik a hajóra. Na jó. Well done. This is more than enough food. But we need to protect the harbor and the ship until we are ready to leave. Most of the families are already sitting in the cargo hold. We can't wait any longer. We have to. Please. Let's wait a bit longer. There are still more people coming as we speak. We have to leave now. They already cut us off. If we don't get to the ship right now, none of us will go anywhere ever again. I implore you. Please. I'm sorry. Come on, let's go. Hallgó játék? Adok egy kicsit akkor? Jó, már lehet, hogy csak a párbeszédek halkak, majd menet közben meglátjuk. Vagy én vagyok nagyon hangos. Jó, itt még van kenyér. Az a helyzet. Ezek a jó mérnökök. Itt a hajó. Hogy ezt idehozzák be a warehouse-ba. Defend the hometown. Gondolom akkor oda kéne menni. Amúgy igen nehéz lenne megvédeni. Jó, és akkor ezek itt automatikusan hordják a kaját. Jó, ez remek. All residences inhabited. Aha. Gondolom ez egy üzenet, hogy hát nyilván majd, ha építkezünk. Jó, amúgy menő egy kis város. Egy falu. Nem is tudom. Jól néz ki nagyon. Jó. Oh. Oh. Hello. Conquer the Watchtower. Lehet, hogy kéne ide is ember? Itt ez az, amúgy ez a tower, ez így válogatás nélkül tüzel. Ó, oh, még katona. Ez nagyon sok katona. Ja igen, megjött az erősítés. Mi a... Ez mi? Tüzérségi támadás? Az igen. Oké. Okay. Hát... Ez itt... Jó. Oké. Exploration available. Oké. Na, akkor meg is indultunk. Hát jó. Csak akkor gondolom így menekülünk el, és akkor valahova majd kikötünk, és onnan indul a játék. Vagy a campaign. Victory is ours. Remek. Második lettem.
Na jó, menjünk. Refuge. Tényleg nincs idő elolvasni. A new beginning bears the promise of new hope and a life in peace. But the burden of the past events weighs heavily on the people's hearts. Why did you force me to leave? Just a little bit longer and we could have saved so many more. It's just not right. We couldn't have done anything different. Waiting any longer would have put the few we saved at risk. Yet we left people behind. Friends, families, children. Doesn't it bother you at all? We lost everything. But those we saved were saved because of you. And they need you. Now everyone expects me to tell them how to continue. I already failed everyone and they still ask me what to do next. See? That's where you're wrong. It's not on you alone to find us a home. We share this burden. All of us. We will find a solution together. How do you think we're going to do this, hmm? There's nothing left. Look around. We have made it this far. Let's find out together. There's a lot of work to do. I need some time to think. In the meantime, you could start to explore the island. Of course. I will leave right away. Oh, okay. Na, hát akkor itt is vagyunk. Hmm. 53 a lakosok száma. Van 10 mérnökünk. Oké. Katonából van 3. Nem sok. Ja, meg vannak ilyen áruhordók. Abban van 40. Jó, na. Oké, és próbálok ismerkedni itt a helyszínnel. Itt a főhadiszállás. Igen, a szokásos kis gombák, amik a határt jelzik. Jó. És ugye a felhő, amit nem tudunk, hogy arra mi van. Jó. Azt mondja, hogy hát fa kéne alapvetően. Gondolom, azt közel kéne építeni az erdőhöz. Jó, hát akkor építsünk. Utat is nekünk kell. Oké, itt a logging camp. És akkor itt van... Oké. Jó, construction. Logging camp, sawmill. Hát majd Forester se ártana. Jó, de építsünk egy ilyet. Aha. Két emberbe kerül. Remélem nem szó szerint. Azt mondja, fát termel. Na jó, de mennyit? Aha. Csak nézem ott a interfészt, hogy... hogy az mit jelent. Hát ide is tehetnénk. Kis magyarázat jöhetne amúgy, hogy már ugye játéktól, hogy, hogy mit jelent az a három csillag, meg az a kék nyíl. Hát gondolom a három csillag az, hogy az ott nagyon jó helyen van. Gondolom, de hogy a kék nyíl mit jelent? Na mindegy, letesszük. Meg kéne egy fűrészes. Fűrészüzem. Hát... ezt mindegy, most leteszem ide, tök mindegy. Egyelőre legalábbis. Jó, meg majd kell egy kőfejtő. Ah, csak azt... aha, itt van kő. Kő! Wanted level, egy Defcon, nagyon jó, köszönöm.
Ez egy nagyon hangos varjú volt. Jó, hát kő az itt van. A UI-nak a hangjai azok ilyen nagyon ijesztőek. Jó. Working. Gathers logs from nearby trees. Nagyon jó. Kéne út, mi? Sawmill, megvan, nagyon jó. Aha. Jó, tehát warehouse-szal kell összekötnünk. Ja, és akkor épül az út is. Mm. Oké. Okay. Na most már jó. Oké, okay, és tehát egy... nézem közben a matekot. Hát az, hogy ez mennyi fát termel... Azt annyira nem látom. Ja, és... Út kéne. Ja, itt jelzi, hogy itt a kiárad. Oké. Okay. Gondolom ez azt jelzi. Oké. Okay. Deposit depleted. Elfogyott a fa. Hát de most kezdtem el... Ez lumber, nem pedig fa. Jó. Oké, okay, eddig... De ne... Miért nem oda viszi? Mert tele van, mi? Ó, oh, jó, oké, okay, itt a időt is mutatja nekünk. Ha, ott viszont... No reachable deposit in your territory. Tehát letarolták az erdőt. Assza. Jó, akkor kéne egy erdész. De az kéne kő. Vagy kalap. Miért nem tudom meg... Az mi? Tools, tehát szerszám kéne. Oké. Okay. Tools are used to recruit engineers. Tehát a szerszámok azért kellenek, hogy mérnököket toborozzunk. Meg ahhoz, hogy erdészházat építsünk. Hmm, ez érdekes. És akkor hogyan tudunk... Na jó, mindegy, megyek a tutoriál szerint. Jó, kőfejtő, de nincs kő a területemen, tehát ez nem a területemen van. Na várjatok. Hogyan tudok területet szerezni? Construct, claim. Expand your territory by sending your engineers to unclaimed land. Az kéne. Jó. Hát, nem tudom, oda. És akkor megindul a mérnök.
Okay. Nem tudom, ezt nem kéne bekötni ide az útra. Meglátjuk. Na, hogy hogy fedezik fel a területet? Our scouts discovered a landmark. Ez micsoda? Egy szénbánya. Egy lakatlan szigeten. Az igen. Oké. Okay. Ja, és akkor ezek itt folyamatosan nyomják a Jacksont. Na jó, erre gyertek. Jó, akkor ide már tudok tenni. Tudok tenni kőfejtőt. Jó, kéne út is. Így. Itt jelzi nekünk, hogy pluszban van a deszka termelés. Ah, és akkor itt, hogy hordják a cuccot. Nagyon jó. Pörög a meló. Mindjárt kezdünk valamit ezzel a szénbányával. Na, megvan a quarry, nagyon jó. Építsek házakat. Jó, egyelőre itt most megállítom őket. Jó, és hát akkor a... Oké. Jó. Fejtik a követ. A fiúk a bányában dolgoznak. Jó, na kéne akkor lakóház. Ti miért vagytok ilyen... Semmi baj. Residence. Mennyi kell? Kettő. Hát, ez valahol ide kéne, nem? Legyen egy ilyen... Burzsúj tengerparti. Meg egy itt a munkásoknak. Okay, és akkor ez a residencehez kell két lumber. Meg két kő, és embert termel. Hát alapvetően... Igen. Menő. Ja, kéne út. Oké. Jó, ez ad plusz 5 living space, tehát akkor ehhez a per 80-hoz ad 5-öt. Vagy hát adott 5-öt, ugye már megvan. Jó.
Ó, és akkor ez így folyamatosan... Így folyamatosan termeli az embert. Oké. Gondolom addig, amíg meg nem telik a ház. Jó. Mindenki így ácsorog. Ez nem sokáig lesz így. Oké. Igen, és most már ez is megállt, mert hogy nincs fa. Hát, esetleg küldök ide mérnököt, hogy fedezzék föl. És akkor lesz fa. Yes. If there's a job to do, I can get it done. Let's get to work. És akkor oda el tudnak menni fáért. Mondom. Jó lenne látni a statokat, hogy mennyit termel. Tehát, hogy egy ilyen logging camphez hány fűrészüzem kell, hogy optimális legyen a termelés. Mert mindegy, majd megfejtjük. Most ugye nem látni, mert nincs fa. Jó, all residences inhabited. Igen, tehát, hogy betelt a... Tehát maximum van a population. Jó. Na, akkor kéne egy ilyen szerszámkészítő, meg egy guild hall. Toolmaker. Oké. Na, ez deszka kell, meg kő, és három emberbe kerül. És amikor üzemel, akkor deszka meg kő kell neki. Oké. Hát hova tegyük, tök mindegy. Leteszem ide. Nem a leg szerencsésebb, de mindegy. Oké, és kell egy guild hall. Ezt még letesszük ide. Na, és akkor ezzel lesznek szerszámok. Ezzel pedig mérnökök. Az a kérdés, hogy az emberekből lesznek mérnökök, vagy úgy külön jönnek? Ez ugye a valóságban is egy érdekes kérdés. Hiányod a bot update-et? Hát igen, nem nagyon volt kapacitásom ma rá. Elég el voltam mélyedve egy feladatban, aztán nem maradt hát nem idő vagy energia, hanem inkább ilyen agykapacitás. De szerintem hétvégén biztos, hogy megcsinálom. Tehát a szombatesti streamre már éles lesz. Oké. Akkor ide behozták a cuccost. És megy a working. És 40 másodperc egy darab kalapácsnak az elkészítése. Jó. Hát igen, mondjuk ahogy látom, itt ez segít, akkor ez valószínűleg azt jelenti, hogy milyen az ellátás. Itt ugye most 35%-on van, mert eddig nem volt fa. És most fog fölpörögni, hogy ugye itt felfedeztük ezt a területet. És ugye tudunk fát vágni, látjuk, hogy itt valamiért 105% van, azt nem tudom miért. Hát mindegy, 105%. Jó. Itt ugye elkészült, ott viszi a szerszámot Jóska. Hogy kocog vele? Nagyon óvatosan viszi.
nagy valami baj esik. És be is vitte. Jó. Oké, tehát akkor most már vannak szerszámuk. Aha, igen, ez az, hogy van-e annyi nyersanyag, hogy maxon tudjon pörögni. Hát... Igen, a 144-140%-on pörögve termelik a szart. Nem viccel. Oké. Azt mondja, hogy Territory Expand finished. Hát akkor itt elmentünk koppanásig. Hát az a baj, hogy... Igen, a darabszám legyen jel. Mi az, hogy Azt mondja, Jó. Na mindegy, itt akkor elmentünk, ameddig lehet. Itt van egy kőfejtő. Na mindegy. Egyelőre ezzel nem foglalkozunk. A fa az megint elfogyott. Vagy hát lassan elfogy. Jó, meglátjuk. Hogy áll a Guild Hall? Guild Hall megvan. Trains carriers to become engineers or adventurers. Ah, tehát a carriereket, akik így hordják a cuccot, azokat lehet átképezni mérnökké vagy adventurerré. Oké, tehát ez scoutol. Tehát területeket tud felfedezni. Meglepő módon. Az engineer meg many different talents. Így van. Ő nagyon sok mindenre képes. Aha, és itt írja is, hogy deposit depleted wood. És akkor ezzel valamit kezdeni kell. Hogy ültetni lehet a fát? Igen, gondolom, ezzel a foresterrel, csak... ez 10 fába kerül. Az mekkora baromság? Már most nem azért. És hogyha nincs fám, akkor... Hát mondjuk megállítom a fűrészüzemet, és akkor... Ez mondjuk fa. Alapvetően. Na mindegy, ez egy kicsit meglepő, hogy az erdész az... Erdésznek fa kell. Na mindegy. Jó, hát akkor termeljünk engineert. Kell hozzá egy kalapács, meg egy ember. Azt beraktuk oda a Q-ba. Pörög. Nem tudom, hogy... Hogy ez akkor... Ó, oh, meg is van. Jó. Oké. Okay. Jó. Na, hát akkor az első lépések megvannak. Igen, kéne erdész. És akkor már csak fa kell hozzá. Jó, akkor a fűrészüzemet most egy kicsit megállítjuk. És azt csináljuk, hogy itt egy picit tovább jövünk. Hova tűntek ezek a mérnökök? Tehát erre akkor tovább haladunk, és ide majd gondolom tudunk megint erdészt, vagy hát ilyen favágót telepíteni, vagy létesíteni, pontosabban. Mondjuk ide is lehetne. Mindegy, úgyis fel kell fedeznünk a mapot. Akkor lehet, hogy ide építünk egy logging campet. Nem lehet elforgatni valahogy. Oké. Okay.
akkor termeljünk egy kis fát. Az kár, hogy nem látom itt. Ez mi? Journal. Oké, akkor ezt majd elolvasgatom. Ja, vannak ilyen tippek. Aha, itt az egyes unitok. Helyek, emberek. Jó. Hát igen, a productionről kéne egy kicsit több info. Az a helyzet, de... Na mindegy. Majd kitapasztaljuk. Csak tényleg jó lenne látni a statokat, hogy... hogy tudjunk optimalizálni. Most ugye lesz két favágunk. Ugye az erdész... Tehát hogy van a balansz? Hogy egy erdész az hány favágót lát el? Ugye egy favágó pedig hány fűrészüzemet? Vagy egy fűrészüzem ahhoz, hogy maximum pörögjön hány favágó kell? Tehát ilyenek, ilyen apróságokat jó lenne azért tudni. Ezt most hirtelen itt nem látom. Mondjuk itt most nyilván pont nem fogom látni. Ugye itt a production most én állítottam meg. Hát igen, ez a toolmaker is, hogy... Ugye egy deszka és egy kő 40 másodperc. Tehát ez mondjuk alapvetően világos. Ugye ezt majd lehet boostolni. Csak gondolom szőlő kell hozzá. Feltételezem, ez szőlő. Oké. Ez itt nem tudom, hogy... Mi a gondja? Kéne út? Na mindegy. Oké. Na, itt mi a helyzet? Jó, itt... Ezek hordják a követ. Nekem ez egy másik kérdés, hogy ugye nyilván a kőnek be kell érnie. Tehát az is idő. És akkor ez is egy ilyen optimalizációs tényező, hogy ugye itt a fát is hozzá éppen Józsi, hogy ezt is figyelembe kell venni, hogy a központ, tehát a raktár az milyen messze van. Gondolom, hogy lehet később ilyen kis raktárakat építeni. Feltételezem. Meglátjuk. Oké, még mindig nincs 10 fám. 2. Ja, és akkor itt be lehet állítani, hogy mi legyen itt fönt. Jó. Hát a baltánál most nekem fontosabb, hogy hány fa van, úgyhogy ezt átraktuk. Jó. Hát akkor a feladat az, hogy menjünk bent ebbe a szigeten. Ez most hova megy? Erre nem lehet tovább menni. Hát na mindegy. Jó, oké. Itt menjünk tovább befele. Mérnökök pörgetik. Van-e szabad mérnököm? Van. Úgyhogy akkor ti is. Ó, ők építették fel a fűrészüzemet.
Ja. I sure can use the exercise. Igen, ez itt most éppen szekjurálás alatt van, ha jól látom. Oké. Azt mondja, hogy ez egy bánya. Lássuk. These mines have been abandoned. But at least some of the mine shafts seem to be still functional. Some of the mining carts were not emptied. I guess whoever came here to loot the place was in a hurry. Mhm. You can collect a reward. Na jó, és ez micsoda? Ja, 10 szén. Hát... Oké. Okay. Na. Ingyen bánya, így van, így van. Az állami szénbánya megnyílt. Ja, egy pár vendégópont kéne. Mindjárt megvan a fa, és akkor építünk kérdést. Kérdés, hogy ide, vagy... Lehet, hogy akkor nem ide kéne. Lehet, hogy akkor ide lakóházakat fogunk. Fölépítjük ide Saint-Tropez-t. És akkor az erdészt lehet, hogy áthozzuk ide, ahol amúgy a kőfejtő is van. A warehouse tudunk építeni valahogy. Igen. Na, nem is kerül olyan sokba. Hát akkor lehet, hogy felhozzuk ide a warehouse-t. Dobunk ide egyet. Mondjuk jó sok területet foglal, de... Legalább akkor közel lesz a kőfejtőnek. Ennek az erdészháznak, meg ide is akarok egy erdészházat. Meg egy favágót, nyilván. És akkor lehet, hogy ide hozzuk a deszkást is. Na most... Gondolom ez is úgy működik, mint anno 1800-ban, hogy a warehouse-ok között nincs szállítás, tehát hogyha mondjuk ide behoznák egy warehouse-ba a cuccot, akkor innen rögtön vinnék ki, hogyha kéne, tehát nem kéne áthozni. Feltételezem, legalábbis így lenne logikus, de majd kiderül. Úgyhogy akkor szerintem ezeket a ipari dolgokat... Itt mi történik? Na mindegy. Szóval ezeket az ipari dolgokat, ezeket áthozzuk ide. Ipar, hát na. Ti mit álltok itt? Ja, oké. Okay. Na, építek akkor erdészt. Hát egyrészt kéne akkor ide. Az igen. Mi jó, hogy nem kell neki nagy terület. Hát akkor ide hozzuk. Hogy kéne? Ide középre tegyünk egy warehouse-t. Fiúk nagyon ütemre nyomják. Age of Empires, Starcraft, Warcraft. Hát igen, az egy picit más, más kategória. Azok ilyen... Fast phase RTS-ek inkább. Hát akkor már kössük össze ezt is. Hát nem tudom. Nem tudom, ezzel a bányába tudok-e még csinálni. Hát ott van konkrét ellenség, igen, itt is lesz, csak
idővel, de lesz itt is. Na, hol vagyok most? Ne basz. Ez meg Vasérc bánya. Jó, de ez... Hova mennek? Erre gyertek. Ja, vagy lehet, hogy úgy... Tehát szépen egyenletesen mennek végig. Megvan írva az algoritmus, hogy merre menjenek. Unsurveyed mining area. Jó. Our scouts discovered a landmark. Egy újabb warehouse. Jó, ezt is majd fel kell fedezni. Oké. Na, épül itt az erdész. Akkor át kéne hozni ide a favágót. Gondolom ez így akkor valamelyest balanszba lesz. De meglátjuk. Territory expanding finished. Ja, lehet, hogy itt ért véget. Landmark requires your attention. This doesn't look good. Whoever this belongs to must have left in a hurry. All the crates are empty. The doors are smashed in. And it seems as if everything of value has been stolen. I wonder what has happened here. Hát annyira szerintem nem lehet bonyolult, hogy mi történhetett. Így a... az ilyen középkori dolgokból kiindulva valaki jött és kirámolta őket. A helyieket meg vagy megölték, vagy elmenekültek. Jó. Be kéne hordani a rewardot. Mi ez? 12 kő. Oké. Na, itt mi a helyzet? Plant trees and cut them down for logs. Tehát ő akkor be is takarítja? Hát úgy tűnik. Aha. Igen. Lehet ültetni, csak ki is vágják. Amúgy ez nem olyan nagy baj. Én nem erre gondoltam, hogy így lesz. Én azt hittem, hogy kell egy ilyen. Akkor lehet, hogy ezt meg is állítjuk egy pillanatra. Mert... hogyha ez termel 5-öt... kéne, mindjárt beindul, csak az utat meg kell építeni. Nem csinál semmit. When will people stop asking me for directions? I should go to the training ground someday. Ennyire lehet zoomolni. Ez a max. És elfogyott a fa. Igen, itt kivágtak minden fa. Hát igen, mondjuk erre még lehetne jönni. Hozok is pár mérnököt.
és itt a kő... Jó, ez a kő is el fog fogyni. Na most beindult. Ah, igen, meg kellett várni, hogy megnőjenek a fák. Mondjuk abban van valami logika. Oké. Okay. No reachable deposit. Hát de itt van. Vagy ez messze van már neki? Rendben van. Akkor szerintem ez akkor termel fát. Akkor ezt nem is építjük meg. Ah, oké. Okay. Jó. Most már beindultak. Lehet, hogy upgrade-elni kellett a mapot. Territory expanding finished. Hát igen, ez egy kicsit fura, hogy expanding finished, de nem baj. Jó. Akkor a mérnököket hívnám. Ezt meg fel kéne fedezni, hogy mi ez a mining area. Azt elvég ezzel tudjuk. Find underground veins by sending your engineers to mining area. Igen. Lássuk, hogy ez hogy történik. Épületet lehet-e mozgatni? Mindjárt megnézzük. Meglepődnék, ha lehetne. Az, hogy nekiálltak. Na, mit találtatok? Vasércet meg szenet. Oké. Okay. De nem tudok vele mit csinálni. Bányám akkor nincsen. Na mindegy. Menjünk tovább. Fedezzük fel tovább a szigetet. Itt is van egy ilyen bánya. Hely. Hát igen, ez. Our scouts discovered a landmark. Még egy szénbánya. Ja, jó, és akkor itt most már látszódik, hogy mi az. Ah, jó, tehát el kell egy kis időnek telni a szimulációban, hogy mutassa ezeket. Jó. Ugyanúgy, ahogy itt is el kellett tenni egy kis időnek, hogy a erdész meglássa, vagy a favágók észrevegyék. Ezek tudnak egyszerre fát vágni. Nagyon menők. Jó, és ezzel depleteltük is. Ja, nem, még itt van. Jó. Akkor elvileg nem kell arra vágnunk minden erdőt. Ez alapvetően jó hír. Jó. Oké. Tovább kell haladnunk. Ez a mai feladat. Fel kell fedeznünk az erdőt. Itt van valami hágó. Hát mindegy, megyünk amerre tudunk. És még 10 szén.
Jó. Hát majd beoldjuk idővel. De akkor ezeket be lehetne kötni. Aha, vinni kéne 4 fát. Vagy 4 deszkát, gondolom akkor azzal hozzák helyre. Talán. De ezeknél meg semmit nem lehet csinálni. És akkor azt hogy kéne csinálni? Ó. Világos. Ah, itt is van valami. Jó, hát lehet, hogy egy kicsit akkor növelnünk kéne a mérnökök számát. Mindenki alszik. Kéne még mérnök. Okay. Na, most kíváncsi vagyok, ha ezt elindítjuk. Aha. Ja, ezek szaladnak fáért. Jó, és akkor ide jönnek. Okay. Akkor úgy van, ahogy mondtam, hogy egy warehouse-ba beviszik, és akkor a két warehouse között nincs szállítás, tehát akkor innen meg ki tudják hozni. Remek. Jó, itt elfogyott a fa. Hát akkor most ezzel nem tudom, mit csináljak. Gondolom ezt akkor le kéne rombolni. És akkor forestert kéne. Még akkor ennek nem sok értelme van. Jó. Recruitment complete. És ez mindig be fogja mondani. Ó, ja, hogy egyszerre megcsinálja. Oké. Én azt hittem, hogy így szépen egyesével. De jó, akkor megcsinálta. Szuper. Na, erre gyerünk. Oké. Azt hittem, hogy ezt itt tényleg egyesével kell, de nem. Na jó, építsünk ide egy forestert. Ez mi? Bogyók. És mit csinálják a bogyókkal? Hát nem farmot kéne. Forager. És akkor ez majd így megy gyűjtögetni. Jó, letesszük. És akkor itt leszületeli a bogyót. De ez meg azt írja, hogy regrowing, akkor ezt elvileg nem lehet úgymond kifosztani. Tehát ez akkor újra fog nőni. És akkor, ha jól látom, az ikonon ezzel lehet majd boostolni a production-t bizonyos helyeken. Hol volt ilyen? Valahol volt ilyen, igen, itt a túlmékörbe. Jó. Lehet-e épületet mozgatni? Our scouts discovered a landmark. Nem lehet. Legalábbis én most nem látom, hogy lehetne. Szerintem nem lehet. Csináljuk forestert, oké. Csak hova? Ide pont nem fér el.
a bogyóktól. Hát, vagy valahogy... Ah! Csak el kellett forgatni. Jó, akkor ezt is itt ledurantjuk. Meg szerintem ezeket is átvisszük máshova. Mondjuk nem tudom, hogy visszakapom-e a nyersanyagot. Jó, ezt nem lehet lebontani. Nem tudom, hogy a nyersanyagot visszakapom-e. Na mindegy, egyelőre akkor marad így. Épüljön fel ez az erdész. Na mi van, fiúk? Is there something to do? I appreciate the trust. Mi volt ez a... Ezt a landmarkot fedezték föl? Resources found. Jó. This is what I've trained for. Resources found. Oké, akkor lehet, hogy ezt be lehet kötni az útba, és akkor ezt tudjuk használni. Yes. This job could take a moment. Resources found. Jó, itt meg van egy csomó szén, meg vasérc. If there's a job to do, I can get it done. Jó, menjünk tovább. There's nothing I can't carry. Jó, gondolom, hogy a deszka azért kell, hogy újjáépítsék. Oké. De akkor lehet, hogy utat kéne építenünk? Hát építsünk utat. Végül is az ingyen van. Ennek nem jelez kijáratot. Akkor ezzel nem lehet mit csinálni? Condition completed. Maybe I should go to the beach. This is my easiest job today. Is there something to do? Jó, oké. What's up? Nem értettem, hogy miért nem tudom, tudok oda. De itt... Akkor ezzel nem tudok mit csinálni. Ezek szerint. Csak még ide nem tudok utat építeni. Csak akkor miért építettük újra? Na mindegy. Nem értem, hogy ez most miért volt érdekes. Jó, mindegy. Begyújtjuk még azt is. Jó. Csak hogy haladjunk. Küldjük a többieket is.
Oké, itt is van begyűjthető cucc. Yes. Hát nem tudom, olyan furcsa, hogy néha így megállnak. Miért nem mennek tovább folyamatosan? Na mindegy. I'll look into it. If there's a job to do, I can get it done. Begyűjtjük itt is a cuccot. Itt van valami nagy létesítmény, úgyhogy arra fogunk majd tovább menni. Ember az elhagyott épületekhez? Hát na jó, de... Nem azt mondom, hogy nem kell, csak hogy... Az igen. Azt mondja, ez meg jött, hogy ah, Józsi, te is zenész, na akkor zenéljünk együtt. No deliveries needed. Zseniális. Jó, tehát én így nem tudok kézzel embert ide küldeni. Szóval gondolom, akkor ezzel nem tudunk mit csinálni. Munkanélküli művészek, így van. Na, mit csinál ennyi mérnök egy helyen? Menjünk tovább. Na jó, akkor deszka van. Fa nincs. Tehát van két erdészem, és mindkettő 100%-on pörög. De nincs fa. Ó, oké, itt látom már azért, hogy egyet csinálnak percenként. Tehát egy fát dolgoznak ki percenként. És akkor deszkából... Négy deszkát csinál percenként. Ó, oh, oké. Okay. Azt hiszem megvan. Tehát ezek egyet csinálnak percenként. De ez meg kettőt dolgoz fel percenként, mert ugye... Most már hármat hepe. Nem, ez négyet... Négyet csinál percenként. Tehát négy lécet. Ja, négyet. Tehát akkor percenként kettő fa kéne neki, kettő nyers fa, hogy 100%-on tudjon pörögni. Tehát akkor kétszer ennyi erdész kéne, tehát négy erdész kéne. De ezek most 70%-on van, de miért? Na, itt meg már beindult a Woodstock. I've seen the entire village. It's quite amazing. I'll head home soon. My family is waiting already. No deliveries needed. Jó. De menő ez itt. Jó, ne elcsorogjunk. Menjünk tovább. Hát erre nem lehet. Akkor erre. I sure can use the exercise. Oké.
Tehát akkor még kéne erdész. Tehát egy deszka feldolgozóhoz, fa feldolgozóhoz 4 erdész kell. Hát, oké. Okay. Csak már oké, okay. Tehát ha sima loggingot csinálok, logging campet, akkor az egy idő után el fogja fogyasztani a fát. Tehát annak nem sok értelme van. Esetleg annyi, hogy területet tud adni. Ah, de most ugye izé fánk sincs. Jó, akkor ezt megállítjuk. Amúgy ez úgyis csak építkezéshez kell. A lumber. Ha nem építkezünk, akkor ez meg is állhat. Nyilván építkezni kell, de... Jó. Ha, még találtam mérnököt. Úgyhogy akkor... Itt volt egy kis rész, ezt... foltozzuk már be. Aha. Jó, úgy tűnik, hogy itt is a végére értünk. Lassan itt szépen felfedezzük az egészet. Itt valami nagy hegy lesz. Lehet, hogy arra nem lehet fölmenni. Majd meglátjuk. Ó, oh. Jó, föl is fedeztük. Igen, itt egy nagy hegy van. Pont lekerült a felhő a területről. Ok. Jó. Erre is lehetne tovább haladni. De lehet, hogy akkor most menjünk a sziget belseje fele. Amerre mutatja a quest is. Ezt meg felfedezzük. Hm. Hát igen, azért nagyon sok hasonlóság van ugye az anno 1800 mege között. Már így kinézetre. És azért így... Hát na jó, az egy kicsit talán jobban néz ki, de... De jó, nagyon kísérteties a hasonlóság. Resources found. Jó, itt meg kő van. If there's a job to do, I can get it done. Én az a furcsa, még mindig ezen a fán rugózok, most már nem fogok, mert csak simán építünk forestert, ha meg lesz a fa, hogy hullámzik a performance, tehát hogy ez full 100%-on van, ez meg nem. Hogy, hát most éppen ez is 100%-on van, csak nem tudom, hogy mi a oka ennek, hogy így hullámzik. Így meg kell várni a fát, hogy megnőjön, hogy... Nagyon furcsa. Na jó. The envoys asked me to wait right here. Fedezzük fel a szigetet tovább. Na, akkor még egy forestert leteszünk. Hát, igazából mindegy, hogy hova. Vagy akkor legyen 2. Hát, legyen egyelőre 1. Aztán meglátjuk, hogy alakul. Ha kell még, akkor majd teszünk le. Mondom, ha nem építkezünk, akkor amúgy nem kell. Persze nem baj, ha maxon van, mert... Tehát minél több van, annál jobb. Ugye ez a építési nyersanyagokból, mert ha valamit építeni kell, akkor legyen. De ezek hova mennek?
can build almost anything. The envoys asked me to wait right here. Can I carry more? Senki nem mondta, hogy hagyják abba. Oké. Jó, akkor kőfejtő van. Lassan ez is el fog fogyni. De... ez mondjuk szerintem... van valahol. Mint ha emlékeznék, hogy... ez szerintem nem az. Hogy mi? Ó! Oh. Tipli! Let's get to work. Ha! Megvan az enemy. Páran odavesztek. Hát ez van. Azt mondja roadblock. The road has been blocked by a group of bandits. Hát ez csak egy dolgot jelenthet. Itt bizony hadsereget kell készíteni. Még azt mondja, hogy banditák. Ezt miből gondolja? Na. Jó. Oké. És akkor itt már preparation for combat. Tehát akkor ez a következő quest. Tulajdonképpen, vagy hát feladat, hogy hadsereget kell létesíteni. Jó, akkor bányát kell építeni. Igen, a Geneva checklisten. Jó, ide le dobunk egy szénbányát. Ide meg egy vasérc bányát. Hát... fogalmazzunk úgy, hogy ezek az utak nem optimálisan vannak itt... itt létesítve. Hát ez van. Jó, és akkor itt majd gondolom... kell egy pár dolog. Training ground. Tavern. A kocsma az kell. Shrine. Academy Tower Bastion. Fegyvergyár nincs. Hát blacksmith. Gondolom meg furnace. Hát igen, ezek majd biztos kellnek. Arany is. Drága kő az még most biztos nem. Hát igen, meg szerintem majd a katonáknak kell kaja. Az az én gyanúm. És akkor ott jön majd a farm, a windmill, meg a bakery. Legalábbis van egy ilyen sanda gyanúm. Érdekes, hogy a mérnököknek, meg a kerireknek nem kell kaja. De hát oké. Build a furnace and produce iron. Igen, és akkor most kell vasat gyártanunk. Ugye itt lesz a... furnace. A öntöde. Hát akkor ez itt ilyen... ez a rész lesz Dunaújváros gyakorlatilag. Most akkor nem agyalunk rajta olyan sokat. Ugye... alapvetően ez egy kicsit problémám, hogy bár majd meglátjuk, hogy van, mert mint hogyha az ebből úgy láttam volna, hogy
A nyersanyagot előbb beviszik a warehouse-ba, és onnan a feldolgozóba. Hát most majd meglátjuk, hogy... Mert ugye ide... nyilván szén meg vaséc kell. És egy szénből és egy vasércből csinál egy... vas... rudat. Nem tudom, hogy ennek mi a becsületes neve. Tehát, hogy a vasércet és a szenet egyből ide hozzák el, vagy beviszik a warehouse-ba és onnan ki. Meglátjuk, amint fölépül. Hát közben lehet, hogy akkor terjeszkedhetnénk más irányokba. Hol vannak a mérnökök? Tudom, most építkeznek, de mindegyik? Jó, erre felfedeztünk akkor mindent. Hát itt ezek átcsörögnek. Jó, úgyhogy akkor... Hát jöjjünk erre. Na lássuk. Na ezt meg ribeye steak-kel lehet boostolni. Hát az a mondjuk engem is lehet. Ingot, azaz, csak... Igen. Magyarul nem tudom, hogy... Igen, mert mondjuk most a warehouse-ba is van vasérc is, meg szén is. Lehet, hogy akkor megállítom. Erre kíváncsi vagyok, ezt most kipróbáljuk. Tehát elhasználjuk az összes vasércet és szenet, amink van. És... Madár azunk megjelent. A rét is has. Jó, na, kell egy kovács. Meg egy ilyen training grounds, tehát egy... Hát, laktanya. Talán... Jó, na azt hova kéne? De jó a kedv. Csuhalja. És megint megálltak. Fura, hogy így egyszer csak megállnak. Jó, hát... Edzőterem, azaz training grounds. Hát elrakjuk valahova ide. Okay, és akkor hát nyilván a... Blacksmith? Hát nyilván elfogyott a... Az elfogyott. Ugye ezt mondtam, hogy ha építkezünk, ez csak akkor kell. Most pont építkezünk. De ezek itt... Ready for duty. Crow's eyes. Reveals an area for 20 seconds. Nem tudom, azzal itt tudunk-e valamit kezdeni. Erre kíváncsi vagyok. És akkor az együny megindul. Hát őket áthozzuk ide, a kémek. Nem értettem, hogy ezek miért ilyen átlátszóak. Itt aztán beindultam a roham az építkezésre. Hát igen, a mérnökök most akkor megállnak. Ó, itt is van nyersanyag. Van bogyó.
Hol tart a kém? Ja, hogy már reveal-elte is. De hol van? I can find a path. Visszajött ide. Jó, training grounds case. Ó, és akkor itt lehet katonákat képezni. Szerintem van Guardian. 500 HP-val, 30 damage-el. Basic defensive melee unit. Oké. Warrior. 300 HP, 100 damage, alap támadó közelharci. Aha. Van Ranger, ranged unit. Ah, oké, okay. Tehát ez egy 225 HP, 15 damage, hát ez nem valami sok. Exploration, azt mondja. Tehát akkor ez ilyen beszivárgó egység. Arbalist. 300 mibe kerül? Már megint ezek a coinok. Jó, ezek gondolom gyorsabban lehet felfedezni. Ez gondolom valami in-game currency, az a sárga lófügy. Amit gondolom euróért cserébe meg lehet vásárolni. Jó, hát mindegy, nem is a Ubisoft lenne. Jó, na van deszkánk, úgyhogy csinálunk, építünk kovácsot. Jó, még mindig van a warehouse-ban szén és vasérc. A szén és vasérc országa. Oké. Jó, most maximum pörög ez az erdész. Ez valamiért nem. És ez sem. Hát igen, itt egy kis magyarázat jó jönne, hogy miért. Tehát, hogy miért nem 100%-on van. Pedig ember van. Hát nem tudom. Where can I help? Menjünk tovább. Na ez érdekes, akkor csak van a warehouse-ok között szállítás. Mert ebben a warehouse-ban nulla fa van. Ebben meg 11. És itt is a szenet hordják át ide. Hogy majd innen viszik. Érdekes. Tehát eljött a szénnel idáig, majd itt megfordult, és visszament. Hát jó. Oké, és na, ez fölépült. És akkor ugye a productionhöz szén kell,
meg vasérc. Vas szelet. Aha. Ó, és akkor itt ki lehet választani, hogy mi készüljön. Hát melee combat. Ezt jó lenne tudni, hogy ezekhez az egységekhez mi kell. Igen, ott van, hogy egy pajzs kell, meg egy ember. Ez ugye egy balta és egy ember. Itt ugye az I kell. Ez meg a dollár. Ez dollár kell. Úgyhogy akkor hát warriort fogunk képezni, illetve rangert, ezt a kettőt. Hát mondjuk lehetne tankot is. Ez inkább ilyen tankos karakter. Jó, készítünk egy párat mindenből. És akkor meglátjuk. Jó, beindult a termelés. Nagyon jó. Mennyi nyersanyag van még? Hát nem sok. Itt. Ja, ez mindjárt elfogy, és akkor megnézzük, hogy közvetlenül beviszik-e a kovácshoz a... vagy a öntödébe a nyersanyagokat, vagy... vagy ebbe a warehouse-ba kell. Jó. És akkor gondolom a katonák kiképzése is párhuzamosan zajlik. Ugyanúgy, mint ahogy a mérnököké. Hát gondolom. Na, felfedezést folytassuk. Szerintem most a deszkagyártást megállítom, de most megint nem építkezünk. Hát mondjuk akkor toolmaker se feltétlenül kéne. Az olyan van 67. Mennyi szabad emberünk van? Hát olyan 20 környéke. Hát most mérnököt nem csinálunk, most katonát fogunk. Csak hogy el tudjuk itt ezeket a banditákat intézni. Ezek a kémek mit tudnak még csinálni? Hol vannak egyáltalán? Olyan jó eltűntek, hogy... Ready to explore. What needs to be explored? Reveals an area for 20 seconds. Ez fura, hogy... Ja, és akkor így teljesen látom. Ja, mert ide beküldte a madarait. Hát mondjuk menőn néz ki. Oké. Need an ambush? Ha, és akkor ez így marad, csak ugye azt nem látjuk, hogy ember mennyi van. Oké. Erre tovább. Jó, hogy ez ekkora az egész. Hát nem tűnik túl nagynak. Még egyszer ránézünk. Hát igen. Hát, hogy itt az embereket felfedi, hogy... Hát ennyien vannak összvisz. Archer, van tank. Jó, nem olyan sok. Hatan vannak összesen. Hát, mindegyikre képezünk kettőt. És akkor lesz túlerőnk, tehát 12 katonát fogunk képezni.
there's a job to do, I can get it done. Jó. Akkor itt ezt felfedeztük. Hát esetleg erre jöhetnénk tovább. I love hard work. És akkor megnézzük ezt a területet is. Szerintem ide a hegytetőre föl tudunk jönni. És akkor ugye megakadunk, és majd erre lehet tovább menni. Gyaníthatóan. Ide erre a hegyre se tudtunk fölmenni. Bár erre még lehet jönni. Hát fene se tudja, meglátjuk. Na, hogy állunk? Jó, elfogyott a szén. Elindítom a szenet. Lássuk, mi történik. Semmi. Ott hogy jön, hogy szalad a csákánnyal. Jövök! Itt a másik. És így mindjárt csapják a szenet. Erzsike így lement a bányába. És így följött a szén. Remek. Jó, na azt várom még meg, hogy... hogy hova viszi. Oké. Jó, ugye itt várja a carrier-t. Hol a carrier? Ott jön a carrier. Katika érkezik. Na, hova viszi? Be a furnace-be. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Nem kell vinni a warehouse-ba. Ez jó nagyon, mert így azért meg lehet pörgetni elég jól a dolgokat. Ja. Jó, hát beviszi a, amennyit tud. Igen, ide is kell, a blacksmith-hez. Jó, tehát itt föltölti, amennyire tudja. Ami fölös, azt meg beviszi a... beviszi a warehouse-ba. Jó. Oké, egy dolog zavar egy kicsit, hogy a warehouse-ok között miért kell vinni a cuccot, de mindegy. Ez ilyen, ezt figyelembe kell venni, amikor... tervezzük a helyet. Jó. Fegyvereink mennyi van? Van 5 ilyenünk, akkor most már ne ilyet csináljunk, hanem ilyet. És akkor mi meg itt képzünk 4 darab warriort. Nagyon zavar, hogy nem írja, hogy mennyi idő. Hát mindegy, egyszer csak majd kész lesz. Ó, igen, és ez is kell carrier. Aki elviszi az axot a bal fejszét. Nyilván ez még sense. Jó. Világos. Oké, ebből... így van. Hát igen, ide is jó, szerencsésebb lenne, hogyha meg lehetne adni konkrétan, hogy mit termeljen. Tehát ugyanúgy, mint például a katonáknál, hogy megmondod, hogy 4 ilyen, 3 olyan, 5 amolyan. És nem így váltogatni, hogy éppen mit készítsen. Hát mindegy. Mondjuk ide akkor meg megadhatnám.
Mert hogyha itt meg megadom, hogy... Ah, el is készültek a harcosok. Itt, ha itt megadnám, hogy... Készítsen négy... Vagy képezzen ki négy ijászt. Akkor egyből idehoznák a... Az íjat, nem pedig be a warehouse-ba, bár mondjuk pont útba esik. Szóval mindegy, csak... és akkor itt egy másik probléma vetődött fel, hogy ugye egy szénbánya nem tud ellátni egy furnace-t és egy blacksmith-t. Ja, ezért van csak 60%-on, ez meg 70-en. Hogy van ez most? Is there a job to do? Hát, megmondom őszintén, az ábra alapján én azt hittem, hogy ez nő. Ready. De nem. Nem mint a számítanak, csak... Ready to serve. Any orders? Order received. De nem olyan. Lehet, én látom rosszul, de... Na mindegy, csak a végeredmény az. You need protection? Jó. Oké, kéne még egy ranger. Ready. És de akkor kell még egy... Még egy ilyen kellene. Hát igen, ez kicsit olyan... Nem az igazi. Hát oda kell figyelni, hogy mit termelünk. Jó, kell még egy szénbánya. Ez most eldőlt, mert így nagyon lassú a fegyvergyártás. Coal mine. Az IS nő, a warrior férfi. Hát igen, csak a hangja az nem ezt sugallja. Hol van út? Itt van út. Nem mintha számítana persze, csak meglepett. Tehát, hogy itt az Archer. Ready to serve. Még legyártjuk ezt az egy mölét is. És akkor jöhet a pajzs, és akkor képezünk ki tankokat. Mind nem szó szerint tankokat, hanem... Egyik női hangon mondta, hogy ready. We're prepared. Oh. Reporting in. Ready to serve. Standing by. Reporting in. Okay. Ready. Ready. Any orders? Ready to serve. Jó, akkor vegyes. Akkor vegyes. Jó, mindegy amúgy. Tényleg teljesen mindegy. Csak úgy meglepődtem, hogy a kép alapján, mintha nő lenne, és... Én férfi hangon szólalt meg. De mondom, teljesen mindegy, csak... Jó. Hogy állunk? 80%. És akkor... 0 per perc. Jó, mindjárt lesz szén. Hát igen, csak ez tényleg ilyen nehéz ez ilyen optimalizációs probléma, mert ugye hiába építesz annyit, amennyi pont ellátná,
hogyha messze van a warehouse-tól, megy a warehouse-ba be kell vinni, és a warehouse-ból ki kell, át kell vinni, vagy hogyha messze van, vagy a warehouse, sőt nem is a warehouse-tól mért távolság a lényeg, hanem a... Ugye, mert az összeadódik, mert össze be kell vinni a warehouse-ba, onnan meg ki a kovácshoz. És hogyha ha messze van, akkor ugye az utazási idő is úgymond beletartozik. What's up? Let's see, what's up? I'm already on route. Let's get to work. Ja, jó, ez mérnök. Azt hittem, akkor a katona így bekérdez, hogy what's up. Where shall I go? Duty calls. Oké. We're prepared. Biztosra megyünk a létszámot illetően. Na és akkor itt a tank. Az egyetlen, aki nincsen sisak. Ő a tank. Neki nem kell sisak, mert neki olyan kemény a feje, mint a Tarzan talpa, meg a kád széle. Jó. Nem baj. Mérnökök itt állnak. Az viszont baj. És akkor eljövünk erre. Ők tudnak egy rövidebb utat. Recruitment complete. Jó, még egy tankot csinálunk. Csinálunk, képezünk, és akkor utána megyünk a Bandit Campet lenyomjuk. Jó, a fegyvergyártást megállítjuk, amúgy is megállt, mert nincs elég szén, de... Hát reméljük, hogy ennyi katona elég lesz. Bízom benne. Ohó, közben elfogytak az emberek, úgyhogy kell építenünk házakat. Valamint de szépen felhúzzuk a francia rivérát. Csak úgy szolidan. Ezt az egy... hát... Na jó, menjen így. Biztosra megyünk. Ők végeztek? Ja, igen, végeztek, jó. Oké. Okay. Aha, akkor erre jöjjünk tovább. Hát lehet, hogy itt véget is ér az út, de mindegy, nézzük meg. Te József, te. Hát. Aha, erre se tudunk tovább jönni. Mondjuk ezt meg lehetne nézni, hogy micsoda. Milyen nyersanyag van ott. És akkor ennyi. Mondom, már csak a Bandit Camp fele tudunk menni. Ahhoz meg kell a sereg. Őt még megvárjuk. No bandits in sight, azt mondja. Ennyi. Mehetünk. Territory expanding finished. Igen. Ahogy mondtam, itt ez a szírt itt ennyi volt. Jó, akkor őket visszaküldjük biztonságos helyre.
Vagy segíthetne. Itt. Ezt föl kéne fedezni. Többen hamarabb végeznek. Te jól le vagy maradvám amúgy. Na gyerünk. Behatolunk. Enemy in sight. A harci kiáltás megvolt. Archerek beindultak. Ne álljatok meg. Úgy is van. Search for survivors. Hát szerintem itt nincsenek survivorok. Vagy ez meg már mérnökökkel lennének? És akkor fegyvert ad lootnak. Vagy ide most mérnök kéne? Mérnökök? Gondolom mérnökök kellenének. Search for survivors. Hát erre el tudunk jönni, de... Oh. Friendly territory discovered. Mondjuk oda lehet nem katonákkal kéne menni, de... Hát a friendly, akkor mondjuk tök mindegy. Talk to the watchman on the guard tower. Oké. Guard tower. Where's the healer? Hát bejövünk beszélni vele. Milyen jó kis falu van itt. Let's get to work. Yes. Bevitettem a lootot. Na, lássuk mi van itt. Finally, we meet a friendly face. The guards want us to wait for their leader, but I think it would be better to invite them into our town. I'll give them our location, and then we'd better head back to camp. Who knows when those bandits will come back for an encore. Hát azok a banditák már nem fognak visszajönni, ezt én garantálom neked, de oké. Greet the friendly visitor at the warehouse. Ah, oké. Hát igen, itt most lehet, akár körbe is szaladhatnánk, de mindegy, itt megállunk. Kijövünk a területükről. Mert nem illik csak így beinvédelni egy szomszédot. És akkor elvileg itt van a vezetőjük. Ó. Maruanar. You must be the envoys I was told about. Allow me to introduce myself. I am Princess Ajala of the Maru, eldest daughter of the great queen and rightful heiress to the throne. My people have spotted your arrival on our shores, and I was informed by your advisors that you are seeking refuge on our land. You are welcomed in the Maru kingdom with open arms. We offer you our help to get settled and ease the burden of the long journey. I will act as your liaison to my people, and we can work together to make sure your arrival goes as smoothly as possible. Now that you have met our envoys, I wonder why you were attacked right outside your village. I already heard about that incident. It pains me to hear that you had trouble with the local bandits. They have been a nuisance for quite some time now. Unfortunately, we won't be able to share much of our food or goods with you, because they raided our settlement just two nights ago.
They almost stole the entire harvest. A rohadékok. If you agree to help us retrieve the stolen goods, I will make sure that you are granted full trade rights and free passage through our territory. Our scouts tell me that the bandits have set up camp in the north. I will work out a plan with your guildmaster. Okay, hát ez így viszonylag egyértelmű. Defeat the bandits. Jó. Nyilván akkor el kéne menni felfedezni. Hát szerintem ennyi katona nem lesz hozzá elég. De milyen healer? Ezek így maguktól... Gondolom maguktól healernek. Na mindegy, szóval... hát itt keresztül szaladhatunk. Megnézni még, hogy... mert másfele úgyse tudunk menni. Ja, nem különösebben. Csak itt átszaladunk, megnézzük, hogy mekkora az a bandit camp. Ha egyáltalán erre kell jönni. Azt mondta, hogy éjszakra van, de a térkép meg itt jelzi. Order received. Behind the Maru settlement. Duty calls. Megnézzük. Valószínűleg nagy camp lesz, szóval tényleg ennyi katona. Enemy in sight. Our scouts discovered a landmark. Na várjatok. Ez mondjuk bíztató. Hol vannak ezek? Need a scout? Mert ha csak ennyien vannak, akkor... Akkor ezt most gyorsan rövidre zárjuk. Ready. Vagy lehet, hogy ez csak egy guard post. Jó, a valószínű nem ez a camp, ez csak egy guard post. De... Ezt lehet, hogy akkor felszámoljuk. Igen, ez egy guard post volt. Enemy in sight. Oké, akkor ide is leteszünk egy scoutot. Our scouts discovered a landmark. Aha, ez már camp. Ez lenne a camp. Nem tudunk nagynak. Ready for duty. Ez meg most cooldownom van még. Jó. Most többen lettünk. Any orders? Lehet ez lett a, ez a loot, amire elfoglaltuk. I need some rest. Hát... Access! Ó, oh, ennyi volt. Find the bandit's main base and retrieve the stolen goods. Jó, megyünk tovább. Akkor ez volt a bandit camp. Ah. Hmm.
Hát... Lássuk. Akár még jó is lehet. Na jó, de ez enemy territory. Hát, mindegy, menjünk. Scouts discovered a landmark. Itt lesz a lopott cucc. Na várjál. Hagyd abba, hagyd abba. Még mielőtt mindent lerombolunk. Nézzük már meg ezt, mert lehet, hogy ezt csak fel kell szedni. Ja, de először destroy the enemy warehouse. Jó. Oké. Akkor előbb muszáj ledurrantanunk a bázist. Jó, hát akkor ezt megoldjuk így lendületből. Igazából. Akkor nem vacakolunk. És akkor most van egy ilyen exploration available, meg dobott egy csomó lootot ide nekünk. Szóval majd a mérnökök elviszik, és akkor most kell ide bejönnünk, ugye a területre. És akkor most felfedezzük. Investigate this location. Ja. És akkor most átkutatják, és szerintem itt lesz akkor a lopott cucc. Now that is what I call hasty travel arrangements. Most of the goods are gone. Nothing of value seems to have been left here. Semmi nincs. A couple of stones, a few papers, and the remains of maps and broken weapons. Mindent elvittek. I don't think that they were expecting to meet such a dedicated force as ours. Maybe there is something in all this rubble. I better haul that back home and take a thorough look at it. Jó, hát a nagyját elvitték, valamennyi itt maradt. Jó. Hát akkor nem tudom ezekkel a katonákkal mi legyen, de mindegy is. Szerintem a mérnököket ide kiküldöm. Viszont akkor kéne itt maradjon katona, mi? Ja, valamennyi maradjon itt. Ezt a lootot össze kéne szedni. Nem olyan rossz. Elnézést. What's up? Hol a többi mérnök? Kösz. Nem hiszem, hogy megfáztam. Nem tudom. Most csak így stream közben tűszögtem. Tegnap is, meg ma is. Hol a többi mérnök?
Hát ez nagyon furcsa. Eltűntek a mérnökök. Na mindegy. Ja igen, mert itt építették a lakóházakat. Oké. Where can I help? Jó, ennyi. Meg majd behordják a cuccot, és akkor meeting. We were too late. She's gone. You lost her? That is unacceptable. I demand that we follow her right away. Hát na jó, mivel? We can't leave that quickly. I understand why you want to follow her, but I'm not sure that we can help you. We need your protection. Maybe. But I didn't save our people from a war just to throw them into another one. As long as these criminals are out there, our people and yours won't be safe. The Bandit Queen will surely crave for revenge. Bandit and I guess Queen. You want back what they stole from you. Do you really think I care about this? They could come back anytime and we wouldn't be prepared. The Maru are peaceful people. We're not prepared to fight. They would slaughter us. We could teach you how to defend yourselves. But it will take time. We will have to rebuild what they burnt down. And this island will be too small for both our people very soon. The bandits left this behind. Maybe this can tell us more. Prayer stones? They are used for burial ceremonies. These thieves must have gotten them on Reach Island. It's a beautiful island close by. Could you verify that the ruins are undisturbed? I'll prepare our departure. Okay. Victory is ours. Na, ez akkor meg is van. Match duration 1 óra 51 perc. Jó, Elders Reach. Az igen. Konkrétan kifagyott a játék. Jó, akkor ez egy jel. Meg is állunk. jó, érdekes. Mindegy. Reméljük, hogy majd menni fog tovább. Már eleve fura volt ez a... Amúgy is meg akartam itt állni. Eleve fura volt ez, hogy no rewards. Na mindegy, meg milyen meccs. Úgyhogy itt most megállunk, és folytatjuk majd valamikor. Amúgy alapvetően van egy-két furcsaság a játékban, de eddig én úgy gondolom, hogy folytatható. Szóval meglátjuk. Valószínű jövő héten elővesszük, és akkor megyünk tovább. Ez a campaign mód nem rossz. Alapvetően szerintem majd egyre komplexebb lesz a tennivaló, és akkor nyilván előjönnek majd újra és újra ezek a, hogy építs bányát, meg tudom én. Meglátjuk. Egyelőre azt mondom, hogy szokni kell. Nyilván a anno 1800 után picit fura, de rendben van. Na, én minden esetre köszönöm szépen a figyelmet. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem együtt néztetek bele ebbe a játékba.
folytatjuk majd. Jó. Következő stream az szombat este lesz, folytatjuk a Demon Souls-t, a jövő heti programot meg majd akkor fogom valószínű kitenni. Szerintem akkorra már körvonalazódik, hogy mi lesz és hogy lesz. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmet, én kívánok nektek további szép estét és további kellemes hetet. Na szevasztok!